Köszöntöm Önöket! Ez a Kultóra, a Győr Plusz televízió műsorában. November vége felé járunk, ilyenkorra egyre intenzívebben érezzük a karácsony szellemét. A Vaskakas Bábszínház csapata különleges meglepetéseket tartogat, hogy szülők és gyerekek egyaránt örömüket lejjék az ünnepekben. Első bejátszásunkból megtudhatják, milyen ajándékokkal lephetik meg szeretteiket a Bábszínház jóvoltából. Tündéri mackók sorakoznak a Vaskakas Bábszínházban. A plüssöket a karácsonyi bérlet mellé ajándékba kapják a gyerekek, ez az idei év ünnepi meglepetése. A bérletet bármely előadáson felhasználhatják a kicsik, egészen jövő év decemberéig. Ráadásul az egyedi mackók vaskakasos plakátokkal borított díszdobozban kerülnek a fa alá. Hogy miért egyediek, arról az igazgató mesél stábunknak. Művészeti vezetőtől a jelmez tervező, neki horgolja, köti, csinosítja, fülbevalózza, nőcisíti, vagy éppen kisfiúsítja a macikat, attól függően, hogy kinek milyen kedve van, és akkor jönnek a szülők, már nagyon sokat megvettek, már közel 100-at megvettek, pedig még csak november van, és mindenki választ egyet az ő szeretének, hogy melyik maci lenne a legjobb. Azt azért kár, hogy nem látjátok, hogy amikor itt állnak, és itt van ez a rengeteg maci, és nézegetik, és alig tudnak választani. Szorongatják, ölelgetik, ez jobb lesz, ez puhább, nem, de az meg cukibb. Szóval ez a macis bérlet, amire egészen december közepéig várjuk az érdeklődőket, és ebből vehetnek, vásárolhatnak, és vihetik a meglepetésnek a karácsonyfa alá. És ha nem tudnak választani a szülők, a társulatnak van még egy ajándékötlete, mégpedig egy 7 kiadványból álló sorozat már megjelent első 2 kötete. Nemrégiben ugyanis a Vaskakas Bábszínház gondozásában látott napvilágot a Drámai mesék, melyben dramatizált művek olvashatók. Nagyon nagy hiányzik az, hogy nincsenek dramatizált mesék. Tehát mesék csodálatosak vannak, epikusan, de olyan mesék, amiket eljátszhatnak akár a gyerekek, vagy amatőr gyerekcsoportok, színjátszó csoportok, tehát hogy egy dramatikus változat szerepekre leosztva az nem nagyon található, sőt egyetlen található sem könyvtárakban, sem könyvesboltokban. És ezt a hiányt szerettük volna pótolni, pályáztunk rá. Marko Robi, Papp Timi, Csobodeszti, főleg az alkotók, akik válogatták, szerkesztették, és hát Tasnádi Istvántól Timesi Dóráig a mai magyar színházi, gyerekszínházi szakmának a legkiválóbb dramaturgiainak az írásait találják meg benne a felnőttek, de különben gyerekeknek is jó ajándék, mert aztán, ha ők már tudnak olvasni, akkor otthon akár színházat is csinálhatnak karácsonykor ezekből a mesékből. A karácsony mellett darabokkal is készülnek a kakasok. A legújabb meséről egy hét múlva tudósítunk. Maradjunk a téli ünnepeknél, jótékonysági adománygyűjtő koncertet szervez a Viktória Énekstúdió. Ismert ünnepi dalok csendülnek fel a Széchenyi téren december 5-én. A részletekről mesélnek vendégeim Paku Patricia és Lengyel Mónika. Sziasztok, jó estét kívánok! Jó estét! Ki lesz ennek a jótékonysági felajánlásnak most a célzottja, kedvezményezettje? Első körben a gyerekek lesznek mindenképp, és úgy döntöttünk, hogy tehát így karácsony alkalmában szeretnénk a jótékonykodást egy alapítvány javára felajánlani, és így a Gézen Góz alapítvány mellett döntöttünk, tehát most ők lesznek a fő cél. Kik azok a gyerekek, akikkel a Gézen Góz alapítvány foglalkozik, kiket segít? Hát elsősorban olyan gyerekeken segítünk, illetve a családokon, ahol sérült gyermeket nevelnek. Az évente körülbelül legalább olyan 700 családot érint, aki legalább egyszer megfordul az alapítványban, és hát nekik nyújtunk egészségügyi oktatás, illetve szociális segítséget. Alapítványunkban szakemberek dolgoznak, gyógytornászok, gyógypedagógusok, szociálmunkások, illetve orvosok, és így próbáljuk őket segíteni, bármilyen problémával is jelentkeznek. Milyen produkcióval készültök ti? Mivel fogjátok meglányítani az adakozók szívén? Mivel a gyerekekről szól, azt tudni kell, hogy a Viktória Énekstúdióban a legkisebbektől a legidősebbig, tehát járnak oda énekesek, és így inkább arra fókuszálunk, hogy a gyerekekkel
énekeljünk együtt, duettek lesznek főként, egy kisgyerek, egy felnőtt, és így ők is megmutathatják tehetségüket, illetve amit fontosnak tartok a műsor végén, ez számomra nagyon fontos, a tavalyi Szigetköz hangjának a megnyert dalát be fogom mutatni, ez egy saját dal lesz, és azt is a gyerekekkel együtt. Ez azt jelenti, hogy a picik és a felnőttek is a stúdió tagjai, tehát mindenki ott tanul énekelni? Pontosan, igen. Gyakori dolog az, hogy jótékonysági rendezvényeken vesztek részt? Most ez az első, mert a stúdió nemrégiben kezdett el így, tehát most egy kicsit dinamikusabban működünk, és úgy gondoltuk, hogy jó lenne egy ilyen megmozdulás, vagyunk nagyon sokan, és hát a karácsony pont erről szól, hogy tudjunk adni. Mennyire fog szólni majd ez a jótékonysági mostani koncert a karácsonyról, tehát a dalok kiválasztásánál volt ez szempont? Persze, a dalok többsége mind karácsonyi dalok lesznek, ismertebb filmekből, mesékből, meg hát lesznek olyan dalok is, amik nem pont a karácsonyra koncentrálódnak, de... passzolnak a hangulathoz, persze, gondolom. Persze, igen. Az ünnepet megelőző időszak segíti-e a jótékonyságot, illetve érezhető-e az, hogy ilyenkor több felajánlás érkezik? Igen, és eztnek nagyon örülünk, és nagyon köszönjük, hiszen azért a működésünkhöz a támogatók adománya elengedhetetlenül fontos. Ezt kizárólag pénzbeli adománynak kell értelmezni, vagy vannak esetleg más módozatai a segítésnek? Igazából ugye szakemberek dolgoznak az alapítványban, tehát elsősorban a pénzbeli adomány az, amivel mi tudunk segíteni, hiszen így a családok anyagi terheit csökkentjük. De fejlesztő eszközök igazából, vagy mi is karácsonnyal készülünk, tehát a csomagba való adománynak is ugyanúgy örülünk. Mit lehet arról tudni, Patrícia, hogy ezek az adományok, amiket most majd össze fogtok gyűjteni, milyen formában fognak beérkezni? Jegyeknek van ára, vagy esetleg van valamilyen gyűjtő urna, amiben be lehet dobni? Gyűjtőurna nincs, és tehát ára sincs a jegyeknek, ez egy teljesen ingyenes koncert lesz a Széchenyi téren. A Viktória Ének stúdiónak a székhelye az a konferencia hotelben van, és egészen az esemény napjáig, aki szeretne jótékonykodni, nyugodtan ott megtalál bennünket, és oda tudják hozni az adományokat, amit majd mi magunk fogunk eljutatni a koncert helyszínére, illetve aznap, amikor lesz az esemény, akkor ott lesz egy erre a célra kihelyezett doboz, ahova mindenki be tudja tenni az ajándékot, amit felajánl. És talán fontos lehet az is, hogy, és ezt meg tudjuk tenni akár mi is, hogy kiírjuk a képernyőre, hogy van számlaszám, amire el lehet juttatni az adományokat. Gondolom így is tudnak adományt fogadni. Igen, és köszönjük szépen. Én pedig nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok ezt a meghívást, és záró kérdésként mindkettőtöktől azt kérdezem, hogy advent közeletével készültek-e már az ünnepre a magánéletetekben? Van már készülődés? Van. Kinél mit, csak legalább egy mondatban, egy rövid mondatban? Hát az ajándékok vásárlása természetesen, vagy készítése, vagy egyáltalán annak a kitalálása, hogy mivel lepjük meg a szeretteinket. Tehát akkor ilyenkor most még inkább fejben, illetve nézelődésben merül ki a készülődés. Van. Dekorálás, ilyesmi történik már? Nekem az az igazság, hogy utolsó éves vagyok, aztán így egyetem mellett kicsit nehéz ráhangolódni az ünnepekre, úgyhogy most örülök is, hogy lesz ez a koncert, aztán kicsit átszellemülök én is. Az megadja akkor majd az alaphangulat. Én kellemes készülődést, és nagyon sok sikert kívánok ez a koncerthez. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. 8 borvidék, 20 pincészete képviseltette magát a Fehérborok éjszakáján az Eszterházi Palotában. A rendezvény alapötletét a méltán népszerű győri bormustra adta, ezért döntött úgy a paperdői borudvar csapata, hogy ismét minőségi kóstolót kínálnak városunkban. Pannonhalmán is borokról szólt az elmúlt hétvége, a Szent Márton borrend bírái az idei új borokat kóstolták és értékelték. Fehérborok éjszakája az Eszterházi Palotában. A győri bormustra sikerén felbuzdulva, itt a múzeum főépületében rendezte kulináris rendezvényét a paperdői borudvar csapata. Szinte választani sem lehetett az ízes nedűk közül, a pincészetek kiváló minőségű borokkal várták a kóstolókat.
Alapvetően arra gondoltunk, hogy minden bor éjszakát egy főfajtára kellene felépíteni. Ez ennél a rendezvénynél az olasz rizling volt, hiszen egy Kárpát-medencei, vagy szinte azt lehet mondani, hogy magyar fajta az olasz rizling. És meghívás alapján érkeztek a borászok, tehát próbáltuk úgy válogatni, hogy az összes olyan borvidékről, ahol nívós olasz rizling terem, természetesen ezzel senkit nem kiközösítve, de próbáltunk válogatni. 8 borvidékről érkeztek a borászok, mindenkinek kellett egy olasz rizlinget hozni, a második bort pedig szabadon választhatták, vagy egy olasz rizling alapú küvét, vagy egy dűlőválogatást, vagy hogyha a portfólióban csak egy olasz rizling van, akkor egy másik tipikusan fajta jelleges bort. A borok mellett volt olyan termelő, aki szőlőből készült különlegességekkel is meglepte az ínyenceket. A szőlőmagnak különböző feldolgozott formáit, szőlőmagolajat, illetve szőlőmag lisztet hoztunk. Kétféle olajat, egy szintiszta kékfrankosnak a kipréselt olaját, illetve az összes többi fehér szőlőnk egybe préselve, ezt a két olajat hoztuk, mert elég nagy különbség van a kettő között, illetve hoztunk egy kevés lisztet is, kétféle lisztet, egy durvábbat, egy finomabbat. Mi is még csak termékfejlesztésben vagyunk, keresgéljük, hogy melyiket hogyan, mik a vélemények róla, mik a reakciók. A rendezvény a szervezők mellett több támogató segítségével valósulhatott meg, így többek között a Wilkor Hungária és a Krúdy Gyula Gimnázium is a kezdeményezés mellé állt. Természetesen a Krúdy iskolának ez komoly szakmai kérdés. Mi magunk is nagyon sokat teszünk azért, hogy a borkultúrát és a kultúrát borfogyasztást terjesszük. Az iskolánkban havonta van egy-egy Krúdy borvacsora, ahol a diákjainknak tanítjuk és mutatjuk, hogy hogyan lehet a bort úgy fogyasztani, hogy kellemes legyen a társaság, és mégsem okozzon olyan jellegű problémákat, mint amit a korosztály sajnos túl sokszor megtapasztal. Ez a ma esti rendezvény is ilyen szempontból szerintem mérföldkő, hiszen nagyon jó lehetőséget biztosít egyrészt a vendégeknek, másrészt a mi diákjainknak, akik a felszolgálásban és az ételek elkészítésében most is segérkeztek, hogy egy jó minőségű rendezvény keretében megmutathassák azt a szakmai tudást, amire szertettek. De utazzunk egy picit. A várostól alig 20 kilométerre Pannonhalmán is a bor kapta a főszerepet. A művelődési házban vasárnap a Szent Márton borrend szervezésében az idei új borokat értékelték a bírák. A zsűritagoknak 9 pincészet 17 nedője közül kellett kiválasztaniuk a legjobbat. 2014-es évjárat az nem a legkiválóbb évjárat lesz a Pannonhalmi borvidéken, de szerintem az országban sem. Azt tapasztaljuk, hogy inkább a reduktív, illatosabb, gyümölcsösebb boroké lesz majd ez az év. Meglepő volt számomra, de találkoztam nagyon szép mintákkal. Tehát a szőlőszeti nehézségek ellenére is nagyon szép borok érkeztek be. Az a véleményem, hogy többet kell dolgozni a borokkal a borászoknak most, többet kell dolgozni, de viszont szép borokat fognak készíteni. Tehát ha kóstolgatjuk majd ezeket a borokat december környékén, akkor szép tételekkel fogunk találkozni. A boroknál, főleg egy ilyen borminősítésnél keresjük a harmóniát, a jelleget, a fajta jelleget, keresjük a borban a bornak az ízvilágát. Mi azt a bort tartjuk szépnek, amely illatában, küllemében, ízvilágában, harmóniája, megvan a harmóniája, megvan az összetettsége, és hát ezt nevezzük szép bornak. A nagy mennyiségű eső a borok és a termelők ellen dolgozott. Ez azonban mit sem változtat azon a tényen, miszerint a Pannonhalmi borvidéken működő pincészetek egyre népszerűbbek. Szerencsére fel tudott nőni az apátsági pincészet mellé egy nagyon komoly, úgymond második generáció, talán rossz szó is rá, de egy körülbelül 6-8 olyan pince, akikre már lehet alapozni, és mivel egy fecske nem csinál nyarat, ahol csak egy jó borászat van oda, turista is kevesebb jön, kevesebb lehetőséget kap sajtóba minden, így sokkal jobb, hogy több pince állt már ezen a szinten, ahol meg tudja mutatni magát országos vagy akár nemzetközi szinten is. Úgyhogy felé lett Csipke Rózsika álmából a borvidék szerencsére, és nagyon boldog vagyok én személy szerint is, hogy ehhez egy kicsit asszisztálhatok. Minden
Minden egyes koncert vérbeli show műsor olvasható a 7. Győri Nemzetközi Boogie Woogie Fesztivál honlapján. A show pedig hamarosan indul, december 4-e és 6-a között a zene és a tánc különleges egyvelege kapja Győrben a főszerepet. A rendezvényről kérdezem a főszervező Dániel Balázs. Szia! Szervusz! Belenéztem a szórólapba, ami elkészült ehhez a háromnapos programhoz, és hát ez komoly felkészültséget igényel már csak az is, hogy felsorolt, hogy kik a fellépők, megpróbálod, azért megteszed. Igen, pontosan azért hoztam én is magam, hogy nehogy kifelejtsek valakit, tetted. Mert idén nagyon sok és nagyon színes fellépőgárdát sikerült összeállítanom. Ugye az idei fesztivál különlegessége, hogy két különböző Richter-termi nagy koncert lesz a fesztivál keretében, így fejlődött tovább a fesztivál, és a koncert az különböző lesz, a fellépők egy része mind a két nap fellép, de lesznek olyanok, akik vagy csak pénteken, vagy csak szombaton. Tehát az igazi fanatikusok akár mind a két koncertet is érdemes, hogy meglátogassák. És hál' Isten elég sokan vannak, akik mind a két koncertre jönnek. Kik lesznek azok, akik mondjuk mind a kettőn ott lesznek? Hogy közelítsünk valamelyik irányból. Igen, igen. A külföldi vendégeket emelném ki, ők itt lesznek mind a két nap. A két sztár zongorista, akik jönnek, az egyikük Edwin Kimler, egy német zongorista, és ő nem csak zongorázik, hanem gitáron, szájharmonikán is játszik, sőt még énekel is, és mindegyiket olyan színvonalon, hogy meg nem mondaná az ember, hogy melyik az első hangszere. Itt lesz velünk egy fiatal zongorista is, Amerikából, Chase Garrett. Ő vele még az az érdekesség, hogy személyesen nem is találkoztam, de úgy kölcsönösen ismerjük egymás tevékenységét, és ez lesz az első látogatása Magyarországon. Jönnek még táncosok is, Lengyelországból és Svédországból is, egy-egy testvérpár érkezik, mind a ketten testvérek, és ők a világranglista harmadik és negyedik helyezettjei, tehát igen, igen a top nevek. Itt lesz velünk még Albert Koch, német szájharmonikás, akit már 2 éve láthatott a Győri Közönség a fesztivál keretében, de olyan nagy sikert aratott, hogy arra gondoltam, idén is visszahívom őt. Az imént említetted, hogy az egyik zenésszel még te magad sem találkoztál. Hogyan történnek ezek a kapcsolatfelvételek? Hogyan ismerkedtek meg olyanokkal, akivel nem személyesen találkoztok össze? A fellépők többségével már találkozom külföldi fellépéseim során, külföldi boogie-woogie fesztiválokon beszélgettünk. Igen, ez az, amit én is el tudok képzelni, hogy valahol összetalálkoztok, de mi van akkor, amikor nem találkoztok? Az hogy történik? Hát gyakorlatilag az internet ugye új táblatokat nyit, tehát így könnyen fel lehet venni bárkivel a kapcsolatot, meg tudom nézni, hogy hogy játszik, és így született a megkívánság. És akkor fogod magad, és felkeresed igen, azt igen, az embert, aki téged elkezdett érdekelni. De általában már Chase-zel is tartottam a kapcsolatot korábbról, tehát a megkívás csak most született, de így virtuálisan már ismertük egymást. Ez a nagyon színes és sűrű program, ez milyen időtartamot ölel fel? Mennyi idő, milyen hosszú lesz ez a koncert, mondjuk az egyik és a másik? Mind a kettő egy egész estét betöltő koncert lesz, 3 óra zenei anyaggal, tehát 2x1,5 órás, 2 részes nagy koncert, ahogy eddig megszokhatta a közönség. Illetve december 4-én indul a fesztivál egy ingyenes koncerttel a Győr legnagyobb bevásárló központjában. Ez egy 3/4-1 órás fesztivál indító kis kedvcsináló, gondolom. Igen, igen. És kik vesznek részt ezen a bevezetőn? Ezen a triómmal játszom, Koch Barnabás dobossal és Cink Ferenc bőgőssel, továbbá a külföldi vendégek már itt is fel fognak lépni. A nagy koncertek után pénteken is és szombaton is lesz afterparty, ahol táncparket várja a táncolni vágyókat, mert azért ez egy nagyon mozgalmas és vidám zene, és sokan panaszkodnak, hogy hát nehéz végigülni ezt a Richter-teremben, és hát ezért van afterparty, illetve táncworkshopokat is szervezek a fesztivál keretében. Hol lesznek keretében. Az afterparty? Az El Paso Tánc és Rendezvénycentrumban. Mondhatjuk azt, hogy akkor ebben a 3 napban azért a ritmus fogja uralni a várost? Igen, mindenképp. Mert hogy lényegében bármire járkál az ember, zenészekbe fog botlani, hiszen eleve az, hogy ők eljönnek hozzánk Győrbe. Elképzelhetőnek tartod-e azt, hogy itt-ott-amott még magánúton is zenélni kezdenek a muzsikusok? Előfordulhat, egy szájharmonikát könnyű magával vinni az embernek, úgyhogy előfordulhat. Ezek a művészek, akik most ellátogatnak Győrbe, jártak már itt? Többségük volt már a városunkban? 3 fellépő volt itt a városban, akit korábban említettem, Albert Koch, illetve a lengyel testvérpár, de a többiek nem. Például pénteken egy igen különleges produkcióval készülünk, a Friends Big Band-del játszunk a koncert második részében, és Gályár Bálint lesz az énekes sztárvendég ennek a produkciónak. Szombaton pedig jön egy budapesti trió, a Mojo Working, Szabó Tamás szájharmonikás vezetésével, illetve Benkó Sándorral is fogunk néhány számban közösen játszani. Hogy tapasztalod, amikor meghívod ezeket a muzsikusokat városunkba, akkor
mennyire szívesen jönnek, mekkora a lelkesedés mondjuk egy ilyen fajta összejövetel iránt? Hál' Isten, már egyre nagyobb a fesztiválnak is a neve a külföldiek között, így a szakma berkein belül, és nagyon sokan vannak, akik kimondottan már jelentkeztek, hogy szívesen jönnének játszani a fesztiválra. Tehát akiket meghívok eddig, mindenki igent mondott a felkérésemre, tehát nagyon-nagyon szívesen jönnek. Nagyon-nagyon jó bulit kívánok nektek, azt, hogy ti zenészek, és a közönség is érezze magát a lehető legjobban. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm. A Sevillai Borbély című opera koncertszerű előadása magával ragadó volt a filharmonikusok otthonában, ahol a zenekar mellett fellépett Kálnai Zsófia, Ottakár Klein, Haja Zsolt és Bakonyi Marcell, valamint a Győri Nemzeti Színház énekkara. Az estet a Kultúra sem mulaszthatta el, a következő percekben a koncert összefoglalóját tekinthetik meg. A Sevillai Borbély című opera minden egyes dallama, minden egyes ismert muzsikája éppen olyan hatást keltett Győrben, mint 1816-os ősbemutatóján Rómában. Rossini művét hazánkban 1820-ban hallhatta és láthatta elsőként a közönség, és azóta is az egyik legkedveltebb opera Magyarországon. A mű győri koncertszerű előadásán Rosina szerepében Kálnai Zsófia állt színpadra, aki Rácz Ritát helyettesítette. Hogyha az embernek már ez egy beült darab, akkor csak meghívják, hogy egy hét múlva koncert, és akkor már ugrik is, úgyhogy ez semmi problémát, semmi gondot nem okoz, ez egy csodálatos dolog volt, csodálatos hétvége, és nagyon-nagyon jól éreztem magam benne, úgyhogy könnyű volt. A művésznő egyébként ezzel a darabbal debütált a Magyar Állami Operaházban, de nem csak számára volt különleges a Sevillai Borbély. Igazából én most ugrottam be ebbe először ebbe a Berta szerepbe, én nem csináltam ezt még soha életemben, és amikor felhívott Tőz Gábor, akkor boldogan igen mondtam, mert kiderült, hogy nincs Bertájuk, és úgy gyorsan megtanultam. Tehát nyilván nincs olyan sok szerepe neki egyébként, egy kicsit ilyen karakterszerepnek szokták mondani, de nagyszerű, mert figura. Tehát kell hozzá színészet, kell hozzá hang, és nagyon sokan félnek ettől egyébként, mert nem tudom az árja miatt, vagy nem is tudom, hogy miért, de hát itt játszani kell. Élményekkel gazdagodott a filharmonikusok koncertmestere is. Én nagyon szeretem ezt a darabot igazából. Én ezt korábban már játszottam még, amikor konzis voltam, akkor a konzis zenekarral csináltuk ezt, úgyhogy most nagyon örülök, hogy ilyen parádés szereposztásban ezt most így Győrben is megcsináltuk, és részese lettem. Na az opera az mindig egy nehéz műfaj, mert ugye mindig az énekesek, minden énekes kicsit másképpen csinálja, és mindig ugye le kell kísérni, alkalmazkodni kell, és minél többször játsszuk ezt a darabot, annál jobban megismerjük különböző énekesekkel. A győri származású tehetséges művésznek sem volt még korábban köze a darabhoz, ezt azonban egyáltalán nem bánta. Én nem voltam még kapcsolatban korábban vele, de óriási élmény volt itt ma este énekelni. Csodálatos közönség, remek kollégák, tényleg úgy érzem, hogy kihoztuk a maximumot a ma estéből. Tényleg óriási élmény volt, nagyszerű. Na és hogy mennyire voltak elégedettek a vendégművészek a zenekarral? Az esten ez is kiderült. Fantasztikus, nagyon jó volt, nagyon kedvesek, és láttam a visszajelzést mindig, amikor hátra néztek, jaj, nagyon, nagyon jó volt. 5 évvel ezelőtt én már énekeltem a győriekkel, Berkes Kálmánnal még a Mozart Requiemet csináltam, az altszólót, és én nagyon boldog vagyok, hogy visszajöhettem, én nagyon-nagyon jól érzem magam itt, és boldogan jövök legközelebb is játszani és énekelni, de... Nagyszerű zenészek alkotják a zenekart, és öröm velük muzsikálni. Csodálatos szerintem ez a Richter terem is, kiváló akusztikával,
remek a közönség. Én, mint győri, ugye nyilván sokakat ismerek személyesen is, és hát bizonyára miattam is eljönnek páran, aminek nagyon örülök, külön örülök. Mindig nagyon szívesen jövök Győrbe. Végezetül nézzük, milyen kulturális programokat kínálnak az előttünk álló napok. Már csak órák kérdése és ünnepi fénybe burkolózik a város. November 28-án 17 órai kezdettel indul útjára a 2014-es Advent Győrben programsorozat. A részletes műsorfüzetet a www.gyor.hu oldalon olvashatják. November 29-én Csak játék címmel lemezbemutató koncerttel érkezik városunkba Orosz Zoltán. Az argentin tangótól a balkán zenei világig kalandozhat a hallgatóság. A Bartók Béla megyei művelődési központban 19 órakor indul útjára a stílusos zenekavalkád. Ismét 5 templom advent, a Nívós Fesztivál téli kiadása is tartogat meglepetéseket. Kézműves foglalkozások, gyülekezeti alkalmak, vallástörténeti előadások és az elmaradhatatlan koncertek varázsolják különlegessé a meghitt időszakot. November 28-a és december 26-a között 5 templom advent Újvárosban. Advent alatt a legfontosabbak a gyerekek. November 30-án mutatja be legújabb darabját a Vaskakas Báb Színház, La Fontaine mesék címmel. A 11 órakor kezdődő premier előtt 10 órától játékokkal várja a társulat a kicsiket. A darab fő próbájáról jövő heti adásunkban számolunk be. A Kultúra stábja ma búcsúzik, legközelebb egy hét múlva, már decemberben jelentkezünk ünnepi témákkal. Szép hetet és kultúrában gazdag napokat kívánok, viszontlátásra! A műsorvezető sminkjét és frizuráját az Aura Szépségszalon készítette, ahol a külső és belső szépség összhangra talál. A műsorvezetőt a Mio Chicks és a Rouge öltöztette. Rouge. Stílus, divat, elegancia.